május 21-e a Magyar Honvédelem napja. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Buda ostroma az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontja volt, amely 1849. május 4-től május 21-ig tartott, és az ostromló magyar erők győzelmével ért véget. Erre a jeles dátumra emlékezett Budaváron, a Szentgyörgy téren Áder János köztársasági elnök, a Magyar Honvédség parancsnokságának képviselői és a meghívott vendégek. A mai napon, a honvédelem napján egy tiszta, egyszerű és világos akaratot ünneplünk. Az akaratot, hogy Magyarország legyen. Ezt akarták 1848-49 magyarjai. Ezért nyilvánították ki, hogy a magyar nemzet szabadságot, egyetértést és polgári jogegyenlőséget kíván. Ezért helyezték a haza ügyét minden elé. Tudták, a maguk élete csak a haza életében nyerhet értelmet. Tudták, hogy amikor a szabadság veszélybe kerül, csak közös akarattal lehet megvédeni azt. Ezért hallgattak a falusiak és városiak Kossuth, Petőfi, vagy éppen Arany János szavára. És ezért sikerült rövid idő alatt a semmiből önálló fegyveres erőt létrehozni. 1848. májusában megszületett a modern magyar hadsereg. Az ország megszervezte saját védelmét, 10 000 álltak önkéntesen honvéd katonának. Magyar családok adták fiaikat és munkájuk gyümölcsét a hazának. Egy ország támogatta a magyar honvédeket. Fegyvert előtte sosem fogó honvédek lettek hősökké, lelkes önkéntesek váltak a csaták tüzében igazi katonává. A frissiben szervezett magyar haderő 1849 tavaszán képes volt legyűrni Európa egyik legnagyobb és legerősebb hadseregét, és napra pontosan 170 évvel ezelőtt felszabadítani a budai várat. 1848-49-ben mindenki egyet akart. Azt akarta, hogy Magyarország legyen, hogy Magyarország erős és szabad legyen. A harctéri logika nem a magyarok mellett szólt, de az önvédelem kényszerű küzdelmét folytatók örök igazsága és egy ország közös akarata annál inkább. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azokban az időkben már érezhetővé vált a reformkorból sarjadó, méreható átalakulás, amely minden korábbinál erősebb közérdekkel kötötte egymáshoz az ország polgárait, akik, amikor szükség volt rá, felszerelték, élelmezték, ruházták, elszállásolták, fegyverrel látták el katonáikat. Több mint 170 éve, 1849 áprilisában a magyar szabadságharc sorsfordító szakaszához érkezett. A magyar honvédseregnek volt elég hite, ereje, tudása és elszántsága, hogy a háborúk szigorú törvényszerűségei ellenében számbeli hátrányból is a maga javára fordítsa a háború menetét. A magyar katonai vezetés taktikus lépések sorozatával lassanként szorította ki a császári erőket. Egy nemzeti alakulat, amely hat szinteret előtte sosem látott császári katonákból, septében kiképzett önkéntesekből és hamarjában toborzott ifjoncokból állott, meghátrálásra, megadásra kényszerítette Európa egyik legjobban képzett hadseregét. Hatvonnál, Tápióbicskénél, Isaszegnél, Vácnál, Nagysallónál, Komáromnál. Buda ősi falainál 1541 óta először, s azóta is egyedül ekkor, tisztán magyar sereg foglalta vissza az ország fővárosát. Nem véletlenül írta a budavári ostromról szóló jelentésében Nagy Sándor József, az első hadtest parancsnoka ezeket a szavakat. A csapatok hősies halálmegvetéséről, bátorságáról és vetélkedéséről csak annyit mondhatok, hogy tetteik eléggé dicsérik őket, s hogy minden egyes közülük a nap hőse volt.
Azon a tavaszon a hadnagyokból, főhadnagyokból, századosokból lett magyar tábornokok mesterségbéli leckét adtak egykori parancsnokaiknak. Fényes győzelmekkel, hősies utóvédharcokkal, furfangos támadásokkal, remek hadicselekkel. Nem rajtuk múlott, hogy a sok győzelem is kevésnek bizonyult. Hiszen 1849. május 21-én Budavár visszavételének dicsőséges napján Ferenc József császár és első Miklós cár Varsóban megállapodott az orosz beavatkozásról. A 200 ezer cári katona megjelenésével a szabadságharc végzetesen egyenlőtlenné vált. A katonai túlerő ugyan leverte a szabadságharcot, a hősies helytállás mégsem veszett kárba. Megteremte a maga gyümölcsét. Viszonyítási pont lett. A hazafiság a hűség mércéje. Honvédek, mindaz, ami 170 éve történt, az önök számára nem egy márványtalapzatú, bronzba öntött, távoli múlt. A fegyverek, az egyenruhák mások. De a zászló, az eskü, a becsület pontosan ugyanazt jelenti ma is. Zászló a zászlónak, honvéd a honvédnak, örököse. A mai napon ezt az örökséget testesíti meg a Magyar Honvédség parancsnokságának adományozott új csapatzászló. Legyenek büszkék rá! A csapatzászló fejezze ki összetartozásukat. Juttassa eszükbe egykori esküjüket, amelyet hivatásuk kezdetén nagyon hasonló szavakkal és pontosan ugyanarra tettek, mint 170 évvel ezelőtt élt bajtársaik. Arra, hogy Magyarország legyen erős, független és szabad legyen. Áder János köszöntője után a köztársasági elnök csapatzászlót adományozott a Magyar Honvédségnek. Koron Ferenc altábor nagy, a Magyar Honvédség parancsnoka megköszönte a bizalmat, és beszédében hangsúlyozta, a nagy elődök példája nyomán katonáink ma is mindent megtesznek hazánk biztonságáért. A Honvédelmi Napok rendezvénysorozat szimbolikus megkoronázása a mai alkalom, amikor a Magyar Honvédség parancsnoksága csapatzászlót kap köztársasági elnök úrtól. Idén, 2019. január 1-től a Honvédelmi Minisztériumtól történő különvállással önállósodott, ezáltal átalakult, egyben újjászerveződött a Magyar Honvédség vezetési rendszere, és ennek keretében megalakult a Magyar Honvédség parancsnoksága. Ez a szervezeti felépítés és működési rend hivatott biztosítani azt a képességbeli fejlődést és transformációt, amely alkalmassá teszi a Magyar Honvédséget arra, hogy a kor biztonsági kihívásainak megfelelő, modern haderővé, így az önálló állam garanciájának egyik pillérévé váljon. Ehhez a feladatkörhöz kapcsolódóan a számunkra jól ismert megállapítás szerint a biztonság létezésünk elengedhetetlen feltétele, enélkül nem lehet nyugodt, kiszámítható jövőt építeni. Hazánkban a biztonság egyik őrzője és garantálója a Magyar Honvédség. Napjaink kihívásokkal teli környezetében a biztonságot megnyugtatóan akkor tudja szavatolni, fenntartani egy haderő, ha a személyi állomány motiváltsága, lojalitása mellett nem csupán a vezetés és irányítás felel meg a kor kihívásainak, de a haditechnika modern és korszerű jellemzőkkel definiálható. A napjainkban zajló, a szervezeti változásokkal párhuzamosan megkezdett haderőfejlesztés az elmúlt majd fél évszázad legátfogóbb és legkomplexebb védelmi fejlesztése, amelyhez magunk mögött tudhatjuk az ország vezetőinek támogatását. Ebben a fejlesztésben minden haderőnem olyan új eszközökkel gyarapodik, amelyekkel az ütőképes hadsereget, ezáltal a béke
és biztonságzálogát is jelentik egyben. A jól felszerelt, kiképzett és hazájuk iránt elkötelezett, motivált katonák azonban nem képesek teljes körűen végrehajtani feladataikat az őket és erőfeszítéseiket támogató hátország nélkül. Idén éppen 170 évvel a budai vár visszafoglalásának győzelmi évfordulóján mutattuk meg a honvédelem ügyét támogató közéleti személyiségeknek, társadalmi szervezetek képviselőinek és az érdeklődők sokaságának azt a magyar honvédséget, amely mind technikai eszközeiben, mind szemléletében megújul. Az ünnepség résztvevői ezt követően átvonultak a dísztérre, ahol Zala György alkotása állít emléket a Buda visszafoglalásában részt vett honvédeknek. Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében megidézte a hősök emlékét, akik a magyar hazáért adták életüket. Emlékezhetünk azokra a honvédekre, akik életüket áldozták. Ebben a magyar történelemben már számtalanszor láthattuk példáját a magyar emberek elszántságának, elhivatottságának, a haza iránti kötelezettségüknek, hűségüknek jeleként, a bajtársiasság, a hősiesség, az áldozatvállalás mellett, hogy amit a köztársasági elnök úr mondott Arany Jánostól, hogy nekem ennyi elég, a többit azt a hazám, a nemzetet javára ajánlom. És ez az a példa, amelyet önöknek, nekünk, a ma élő nemzedéknek, különösen a katonáknak követniük kell. Követniük kell, mert ez az ország, mert ez a nemzet megérdemli, hogy olyan katonái legyenek, akik ezeket az emberi ismérveket, ezeket az emberi tulajdonságokat magukénak vallhatják. Legyenek bátrak, legyenek hazájuk, nemzetük iránt elkötelezettek, legyenek bajtársiasak, legyenek lojálisak, és tartsák szem előtt mindazt, amit katonai esküngben megfogadtunk. A parancsnok úr, amikor átvette az zászlót, azt a kifejezést használta, hogy a hazáért mind halálig. Az eskünk is ezt tartalmazza. Ha kell, a katona életét adja és áldozza a hazáért, a nemzetért, a nemzet szabadságáért. Mint ahogy ez az emlékmű is ezt hirdeti, a névtelen hősök, az áldozatok emlékét mutatja be. És figyelmeztessen minket mindig arra, hogy aki ezt a hivatást választja, nem gondolkodhat másként, csak is úgy, hogy nekem ennyi is elég, a többit hazám, nemzetem javára ajánlom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a parancsnok úr azt is elmondta, hogy megújul a magyar honvédség. És nagyon szép, nagyon jó úton haladunk, amikor ezt érezzük a társadalom, a kormány támogatását. És nyugodtan mondhatom, hogy a társadalom támogatását is, hiszen pontosan a korom altábornagy úr említette, hogy az elmúlt hétvégén háromnapos rendezvényükön a társadalom megmutatta, hogy érdeklődéssel fordul a magyar katonák a magyar honvédség felé. Legyünk erre büszkék, de legyünk mi katonák, legyünk erre méltóak is. Rendkívül fontos, hogy valóban megújuljon a magyar honvédség. Mind képességeit tekintve, mind a katonák gondolkodásmódját illetően, hogy méltók legyünk hazánk, nemzetünk szolgálatára.
Az emlékezők, a köztársasági elnök képviselője, a Honvédelmi Minisztérium, a civil szervezetek az ünnepség végén a szobor talapzatánál helyezték el a kegyelet virágait.